Kiszámíthatóbb és komfortosabb vasúti utazás érhető el idén, mint az előző években, tájékoztatta televíziónkat a MÁV csoport szóvivője. Lőcsei Virág kiemelte, a MÁV járműparkja folyamatosan korszerűsödik, hazai és uniós forrásból pedig több fejlesztést valósítanak meg idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A 2016-18 közötti időszakban valósulhat meg Kisvárda állomás átépítése, korszerűsítése. A tervek között szerepel az is, hogy a déli és az északi város rész egy aluljáróval összekötnék. Ezzel ugye biztosítottá válik a peronok biztonságos megközelítése, illetve a vágányok alatti szabályos kerékpáros közlekedés is, valamint P+R parkolót is kialakítanak majd az állomás épület mellett. A szóvivő hozzátette, több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen lesznek vasúti fejlesztések. A vasútársaság folytatja a Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon található vasúti aluljárók karbantartását. Ez alatt értendő az, hogy kifestjük a világítást, korszerűsítjük, illetve javítjuk például, a vízelvezetést megoldjuk, a peromburkolatok, illetve a vasúti pálya javítását is folytatjuk. A sincserék, a kitérő cserék, illetve az egyéb munkálatok célja a sebességkorlátozások megszüntetése, és ezáltal egy sokkal kiszámíthatóbb menetrendszerűség. A szóvivő hozzátette, a MÁV tavaly márciusban vezette be ingyenes applikációját, a Vonatinfót. Február első napjaiban, azaz kevesebb mint egy év alatt az utastájékoztató alkalmazás átlépte a 200 000-es letöltés számot. Az applikációval az utazók útközben is figyelemmel kísérhetik okostelefonjaikon a vasúti közlekedési információkat, híreket. Az alkalmazás segít az optimális útvonal meghatározásában és információkat ad az esetleges átszállásokról is.